Sziasztok! Hát nem bírom, hogy ne vagézzak egy kicsit. Most csak azt akarom megmutatni, hogy egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű alapanyagokból, szerintem legalábbis, hogy lehet egy ilyen... Hát, olyat fogunk már is enni, hogy mindenki leesik a traktorról, meg gyorsan elmondok még egy fűszersó keveréket is, hogy ha már így alakult. Kérem szépen, ez a holnapi reggeli lesz, ugyanis vettem 2 kiló sert, és a Auchanban ilyen előre csomagolt, le volt fél ára értékelve, 800 forintért vettem kilóját, 1600 forintból lett, hát ez bőven egy liter, vagy több mint egy liter sertészsírom, és hát lett ennyi ízés. Mi ez? Mondjátok már, mindjárt eszembe jut, mire megkóstolom. Szóval lett ennyi tepertőm, és ami a lényeg, hogy ugye én már is felejtettem, hogy friss tepertőnek olyan íze van, hát ne sajnáljátok, simán fölteszitek egy ilyen vastagfalú valamilyen edénybe, a legkisebb takaréklángon folyamatosan kevergetitek, és akkor kell abba hagyni a sütését, amikor már nem bugyog a zsír egyáltalán. Tehát amikor olyan, most megnéztem magfőmérővel, 160 fok volt akkor a zsír először, amikor csak takarékon kezdte, akkor ez 105-110, és szép lassan ment a hőmérséklet, ugye pezsegett a zsír, és a végére lett egy ilyen, most nem, na mindegy, egy ilyen brutál ropogós, de ha megkészítettem, akkor ezt megkóstolom. Az a baj, disznóvágáson ettől szoktak rosszul lenni az emberek, mert melegen megzabálják. Viszonylag jó, tehát a holnap reggelit megcsináltam, itt sül a, ezt én a saját kis kertemben neveltem ezt a burgonyát, és a vacsora része lesz ugye vesz sült krumpli, lesz még a csajoknak egy-két ilyen kis rántott sajt faradta, mert ugye maradt a panírból, és nem dobott ki, és ami a lényeg, hogy csináltam tacikit, hát egy picit magyarosabbra, tehát ebben a görög étteremben nem tettünk volna ennyi borkát. Ugye a caciki az nem egy joghurtos borkasaláta fokhagymával, hanem egy joghurt krém. Majd erről belinkelek egy videót a végén, hogy csináltuk mi a görög étteremben, aminek görög tulajdonosa volt. Sütöttem egy kis sima rántott csirkemel, falatkákat szórtam, egy kis szezámmagot bele, és tettem bele rá fűszersót, tehát most kivételesen nem a sima sóval fűszereztem, hanem egy kis fűszersóval, és ugye a krumpli, meg már egy adag már megfőtt, azt meg szintén a saját magam által készített, rá is van írva a tetejére, hogy krumpli, fűszersóval szoktam, amikor épp olyanon van megszórni, ez só, bors, fokhagymagranulátom, fűszerpaprika és szerecsendió. Sóba belekeverve, és ezt szóljátok a krumplira. Az egész videót végig tudnám ümögni. Ugye ez a... Ez is isteni. De... Ami a poén, hogy ezt ugye simán a rántott hús mellé szinte kvázi savanyúságnak szoktuk enni. De tegnap meg mozzarella távolt, és leszettem egy csomó ilyen kis paradicsomot, meg bazsalikomot, meg ilyesmit. Azt most összevágtam, egy ilyen negyed lilahagymát összevágtam, lesóztam, tehát már ennek is önmagában egy bazsalikumos hagymás kis paradicsom íze van, de ami a lényeg, hogy ezzel a cacikival fogom úgymond egy kicsit beízesíteni. Így nem sokat, csak így tényleg ilyen, ez a klasszik gondolom formán, hogy egy ilyen 3 kanálnyival, és ez lesz még egy ilyen plusz saláta, ezt most nem fogom megkóstolni, mert ha megkóstoltam csak magába ez a gyerekek, ez a friss bazsalikom, ez olyan ízeket ad mindenhez. Ez még a kajáig fog egy nagyon pici levet engedni, mert nem is teszek többet. És ilyen tök hétköznapi alapanyagokból, ezt persze görög joghurttal csináltam, most csináltam egy ilyen vacsorát, egy rántott hús, sült krumpli, de egy brutál jó kis fűszersóval, egy isteni saláta, amiben szinte semmi nincs, de olyan, hogy már leestem a traktorról, amikor szedtem, caciki, sül a krumpli, meg hát csináltam egy kis tepertőt is. Mondom, ezzel annyit kell csinálni, hogy szinte ne égen alatt a láng, és addig, ameddig pezseg, addig kell benne hagyni, amikor már semmi pezsgés nem láthatok. Kiszeditek, lehűtitek, ropogni fog, és ilyen habkönnyű lesz, és 6-szor jobb, mint a bolti, és ez 1600 forintba került ez a mennyiség annyi zsírral. Úgyhogy hát csak meg most így akkor kicsit távolabbról itt ez a főzősarok, ahonnan ugye itt felülről szoktam főzikézni. Úgyhogy csak ennyit akartam most megmutatni, hogy ez most megint nem ez a
klasszik recept videó, de hogyha ha picit ilyen tényleg semmit átgondoltok, egy-két kis extra ízesítő, kis tacikit rácsaptok a salátára, már annak is tök más íze van, nagyon-nagyon jó ételeket lehet csinálni. Ja, és még egyszer köszi mindenkinek, aki most ki is raktam egy ilyen szöveges posztot ma délelőtt, mert egy órán belül két ilyen nagyon kedves írás jött, hogy de jó, hogy csinálgatom itt a dolgokat, meg hogy még nem szálltam el két év után se. Azt megígérem, hogy igyekszem, hogy nagyon nem áll szándékomba, hogy agyamra menjen a gőz, hogy továbbra is próbálok majd nektek ilyen jó kis tanácsokat, meg recepteket, meg mindent mutogatni. Úgyhogy remélem még ez is belefér, hogy egy kicsit jampizok, hogy tök egyszerű vacsi, de szerintem brutál jót fogunk megint tenni. Úgyhogy mindenkinek, hát most ehhez nem, de ha hasonlót csináltok, akkor jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat. Sziasztok!